Thank you.
Testvérek,
Bárányainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem tejte, az új és örök szövetségét. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálának hirdetjük, Úr, és hittel halljuk feltámadását, ami elhívhoz. Megemlékezünk ezért Istenünk, ki a te szolgáid és a te szent néped, ki a te Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe menetelésről, és ajándékaidból felajánlj magasztos felségednek, ez a tiszta, szent és szeplőtel Amen. Engesztelődjetek ki szívből egymásra.
Thank you.
amikor ma reggel felébredtem, és reggel 7:30-kor nyitottam a templomot, akkor megjelent a templom kapuban egy néni. Nekem eddig még ennyire személyes emlékem 56-ról nem volt, de neki igen, amit átadott nekem. Szeretném ezt most megosztani önökkel, veletek. Ez a néni 75 éves volt. Azért jött most ide Kistelekre, mert innen származik a családja, és itt éltek, a temetőbe hozta a koszorúit, hiszen egy hét múlva minden szentek és halottak napja lesz. Ez a néni bejött a templomba, és annyit mondott nekem, hogy neki van most megbeszélni valója Istennel. Előre ment, imádkozott. És mikor jött ki, én söprögettem a templom elejét, akkor azt mondta, látom, az ünnepre készülnek, látom a lyukas zászlót. És mondta, hogy most hazamegy, mert a pesti temetőbe is kilátogat, az ő édesanyja ott fekszik, ma lenne 100 esztendős. 32 évesen, amikor a forradalom kitört, az édesanyja a nyugati pályaudvaron dolgozott takarítónőként. Ők maguk, a családjuk a Magyar Rádió épületéhez közel laktak egy bérházban. Mikor az édesanyja ment hazafelé, pont akkor volt az a sortűz, ami az édesanyját is eltalálta. Ekkor a néni már könnyezve mesélte, hogy az édesanyja meghalt, ő 7 évesen árva maradt. Ez maradt meg neki az 56-os forradalomból. És mikor elbúcsúzott tőlem, annyit mondott, milyen jó, hogy most béke van. Milyen jó, hogy békében tudunk ünnepelni. De jó lett volna, ha ő is az édesanyja kezét foghatja, és együtt ünnepelt volna sokszor még vele. Most hallgassuk meg Varga Zsolt költőt, ő hogy örökítette meg ezeket az eseményeket a pesti srácokról. Sötét órákban ők voltak a fény, ifjú szívekben ott élt a remény. Meghozták értünk az áldozatokat, ne feledd soha a pesti srácokat. E maroknyi magyar vállalta a harcot, meghalt, de nem hátrált, a végsőkig kitartott. Kiket nem hatott meg Kádár hazug szava, akik bátran mondták azt, hogy ruszkik haza. Újraélesztették a szunnyadó lángokat. Ne feledd el soha a pesti srácokat. Kiket legyékoltak, vagy gulágra vittek, kik szabadságban végsőkig hittek. Elszántan támadták az orosz tankokat. Ne feledd el soha a pesti srácokat. Könnyező szemekben, büszke tekintetek, rapásban élni csak rabként lehet. Valóra váltani a merész álmokat. Így látták meghalni a pesti srácokat. Emlékükre mindig gyújtsd meg a gyertyákat. Gondolatban érintsd e kis magyar fejfákat. Jeltelen sírjukra szórjál virágokat. Őrizd szívedben a pesti srácokat. De kik is voltak ezek a pesti srácok, akiket nem szabad, hogy elfeledjünk, mondja a költő. Azoknak a nagyszülőknek az unokái, akiktől az erőszakos TSZ-esítés során elvették földjeiket, gépeiket, lovaikat és ezzel megélhetésüket. Azoknak a szülőknek a gyermekei, akik hitüket megvalván és meg nem tagadván, egyik napról a másikra elvesztették állásukat, mert nem akartak egy hazug rendszerben élni. A pesti srácok voltak azok a fiatalok, akik már nem tudták elnézni nagyszüleik, szüleik növekvő szegénységét, lelki nyomorgattatását. Ők voltak azok, akik látták és átélték a sztálinista terror kegyetlenségeit, Rákosi Mátyás személyi kultuszát, a koncepciós perek áldozatait,
a gulágszerű táborokba való kitelepítéseket, kivégzéseket, a hazug szólamokat és jelmondatokat, hogy mi egy boldog országban élünk. A pesti srácok tudták, ha az oroszok bevonulnak hazánkba, mint hadszíntérre, akkor ebben az új világban megszűnünk magyarnak lenni. Elveszítjük gyökereinket, kereszténységünket, és országunk nemzeti léte forog kockán. A pesti srácok voltak azok, akik nem akarták végignézni nemzetünk erkölcsi válságát, és nem akartak egy 40 ezer besúgóval, 28 ezer fős AVH-ssal rendelkező hazug világban élni. A pesti srácok 1956. októberében a világ akkoriban talán legerősebb hadseregével vették fel a harcot, az utcakövekből épített barikádok mögül védekező szabadságharcosokkal szemben az orosz tankok sokszor eredménytelennek bizonyultak. A pesti srácok, legyenek azok egyetemisták, főiskolások, vagy középiskolások, vagy munkások, egymással karöltve, egy szívvel gyújtották meg hazánk szívét, és indult el minden nagyobb városban a forradalom és szabadságharc nemzetünkért. 13 nap szabadság jutott nekik. Október 23-án békés tüntetéssel indult a szép őszi nap Budapesten. De a kommunista pártvezetés beleegyezésével a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz még aznap éjjel fegyveres felkelésé nőtte ki magát. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett, melyben nagy szerepe volt Nagy Imre új miniszterelnöknek. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval, a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a varsói szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban meggondolta magát, és november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak magyar hazánk ellen. A nagy orosz hadsereg ellen folytatott hősi forradalom így végül elbukott. A forradalom következményeként mintegy 200 ezer magyar kényszerült elhagyni hazánkat. Ezek a pesti srácok életüket adták a hazáért. Életüket vagy az orosz fegyverek oltották ki, vagy a titkos börtöncellákból tűntek el nyomtalanul. A magyar történelem bővelkedik idegen uralom és zsarnokság elleni harcokban. Ennek nagyszerű példája az 1956-os forradalom és szabadságharc, amely az egész világ számára megmutatta a magyar nép erejét és szabadság szeretetét. Tiszteljük és becsüljük meg azokat az embereket, akik ebben a dicsőségben visszaszerezték nekünk a szabadságot, és példát adtak nekünk hazaszeretetből. Dicsőség a hősöknek! Füst Milán, szózat a sírból. Ne sírjétünk, anyánk! E föld oly porhanyó, e föld most is hazánk, és benn nyugodni jó. Ölej, ölej háthű szívű hant, mind jó fiad, kit itt ölelsz, alant. Ne sírjétünk, apánk! Így elpihenni béke, a szív mosolyog ránk, mert megküzdöttünk érte. Ölej! Ölej háthű szívű hant, mind jó fiad, kit itt ölelsz, alant. Nem kis dolog volt, nem kenyér, nem haltunk meg az életért, több volt ez annál,
Bús hazánk, könyörgő szemmel néze ránk. Ölej, ölej hát hűszívű hant, mind jó fiad, kit itt ölelsz, alant. Napfény devíti hát szemünk, e túlvilági fény nekünk, egy lázas honnak árva népe, boríták koporsónk fölébe. Ölej, ölej hát hűszívű hant, mind jó fiad, kit itt ölelsz, alant. S ellenfelünk, gondold meg ezt, mi nem holtak vagyunk, de fény, mi láng vagyunk-e földekén, s örök tűz lesz e sírkereszt. Ölej, ölej hát hőszívű hand, mind jó fiad, kit itt ölelsz, alant. Tisztelt ünneplő közösség, most kérek mindenkit, azokat az intézményeket, egyesületeket, szervezeteket, akik koszorúikat hozták el a kopjafákhoz, helyezzék el a tisztelet koszorúit.
ünnepségünk befejezéseként énekeinkkel szólaljunk.